Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunk, hogy tetszik. Kinek nem tetszik a jelenlegi világunk? Mi a baj a jelenlegi világunkkal? Házat nagyon most. És túltermelődött a víz, mi? Érdekes módon minden. Megszenteltek. Igen. Hát most leesett az, ami hiányzott a nyáron. Ugye, de nem ezen a részen esett le, hanem arra felé esett le, mert itt azért nagyon sok eső nem volt. Hát volt eső, de olyan nagyon sok nem volt. Nem. Hát itt egyáltalán nem volt vészes, hát arra felé, igen, ott a vízgyűjtő területeken, ott fenn, nyugaton, ott volt sok eső. De hát ez most lényegtelen. Mert ugye az a lényeg, hogy vajon ki az, aki úgy látja, hogy nem jó felé halad a világ? Köszönöm. És nem kellene valamit tenni annak érdekében, hogy jobb világunk legyen? Vagy a jó embereknek az a dolguk, hogy ne tegyenek semmit és várják a jó szerencsét? Várják a bányász köszöntést, nem? Ők mondják, hogy jó szerencsét. Tehát tehát nagyon, nagyon ravaszok ezek, akik így intézik a dolgokat itt a háttérben. Most gondoljátok végig, hogy egy ugye olyan világ volt, ahol muszáj volt az ember, hogy dolgos legyen, mert különben éhen halt. Régen nem volt segély. Aki nem dolgozott, simán éhen tudott halni. És szépen elkezdték elérni, hogy az emberek lusták legyenek. Ugye ezért vannak segélyek is, hogy még segélyből is élhessenek az emberek. És akkor ugye számítottak arra, hogy a technika majd fejlődik, és ugye a technikának köszönhetően itt ebben a jelenlegi világunkban majd az emberek ugye hagyatkoznak a technikára, és hát kihasználják azt, hogy a technika megcsinálja helyettük, de hát gondoljuk végig, hogy egy olyan helyzetbe megy most a jelenlegi emberiség, egy olyan helyzet felé, hogy hát igazából azt gondolják, hogy majd a technika mindent megold, nem kell tenni semmit. A jó emberek is ezt gondolják, hogy nem kell tenni semmit. És akkor így szépen megy afelé az egész, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy tönkre megy az emberiség. Hát tönkre megy. Tehát miért? Mert azáltal, hogy az emberek lusták lettek, sokkal, tehát generációról generációra, a generációk sokkal lustábbak, és ezáltal ugye az emberek nem tesznek azért, lustaságuk véget,
hogy jobb legyen. Érted? Tehát azt gondolják, hogy majd úgy magától jobb lesz. De egy kicsit tudnának gondolkodni, akkor rájönnének, hogy magától nem javult még semmi ezen a bolygón. Tehát ha ők nem is a bolygót nézik, hanem a saját életüket néznék az emberek, akkor rájönnének arra, hogy a saját életük sem javul úgy, hogyha nem tesznek érte semmit. Na most miért javulna akkor az emberiség élete, beleértve ugye az egyént is, ha az emberek nem tesznek azért semmit, hogy jobb legyen? Bravúrosan elérték azt, hogy elutasították az embereket, és emiatt a nagy lustálkodás miatt, nagy lustaság miatt az emberek nem tesznek azért, hogy jobb világunk legyen. És ugye egyre rosszabb és rosszabb világ lesz, aminek ugye még nem látni a következményét, tehát nem látni, hogy hova fajul ez az egész, mert hát ugye ennek csak tippelni lehet, hogy jósolni lehet, hogy milyen következményei lesznek. De hát az nem működik hosszú távon, gondold végig, hogy a bolygó lakosságának nagy részét eltartsák. Tehát az a baj, hogy az emberek azt gondolják, hogy már olyan fejlett a technika, hogy hát majd eltartják a bolygó lakosságát. Ez naivitás. Hogy tudnák eltartani a bolygó lakosságát? Tehát logikusan végig gondolva úgy működik minden, hogy az ember termel, létrehoz, megalkot, annak van egy értéke, az értékért kap cserét, és a csere az a pénz, vagy akár virtuális pénz a jövőben, amit szeretnének. De hát nem lehet azt megcsinálni, tehát a semmiből nem lehet létrehozni értéket. Érted? A semmi az értéktelen. A valami az, ami érték. És ezzel ugye azt érik el, mint amire már példák voltak itt a történelem során. És ebben elsők voltunk, hogy a második világháborút követően a világ legnagyobb inflációját érte a pengő. Tehát a történelemben más országban ilyen mértékű pénzromlás még nem volt, mint nekünk a második világháborút követően a pengőnek a romlása. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy ha semmit teszik értékessé, vagy próbálják értékessé tenni, akkor az érték az elértéktelenedik. Mert a semmi az nem értékes. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy most ha az pénz, akkor a pénzt elértéktelenítik avval, hogy nincs mögötte érték. Érted? És ha nincs pénz, akkor a virtuális pénzt elértéktelenítik, hogy nincs mögötte érték. Érted? De ezt az emberek, mintha nem tudnák felfogni, mintha ez számukra felfoghatatlan. Tehát gondold végig, tehát semmiből nem lehet értéket létrehozni. Tehát hogyha az emberek, igaz, a bolygón az emberek egy nagy része semmit nem fog létrehozni, érted? Akkor hogy várja el azt, hogy ő valamit kapjon? Akkor az azt jelenti, hogy olyat fog kapni, aminek semmi az értéke.
Érted? Igaz. És ezt most már tesztelik a, hogy hívják a coinokat, megint elfelejtettem, kriptovalutával. Mert a kriptovalutát, ha megnézed a tőzsdén, semmi nem mozog annyira, mint a kriptovalutának az értéke. Tehát a tőzsdén semmi, még meg se közelíti, semmi más, mint a kriptovaluták, amelyik a tőzsdén vannak. Napi szinten így ugrál, érted? Miért? Mert a kriptovalután mögött semmi van. Az egy virtuális érték, ami mögötte van, érted? És ez azért nem szüntették meg a kriptovalutákat államilag, hogy leteszteljék a jövőt a jelenben. Érted? Mert ez a tervezet a jövőre vonatkozóan, hogy hogyha az emberek nem dolgoznak, és csak segélyt akarnak kapni, amit nem segélynek neveznének, hanem alapjövedelemnek neveznék, igen, akkor azt nyilvánvalóan olyan módon adnák az embereknek, mint most a kriptovaluták. És az azt jelenti, hogy elmegy a boltba vásárolni, azt gondolja, hogy ennyibe kerül, mire odaér, már teljesen más áron veszi meg, mint a kriptovalutát. Azt is egyik percről a másikra szó szerint lényeges különbséggel tudsz megvásárolni. És ezt tervezik. És a lakosság ehhez asszisztál. Főleg azzal, hogy elérték náluk az embereknél, hogy lusták legyenek cselekedni, érted? És elvárják azt, hogy mások cselekedjenek helyettük, és akár elvárnák azt is az emberek jó része, hogy ne dolgozzon és kapjon támogatást, érted? Mondjuk alapjövedelem formában, és akkor ebből ő el lenne. De ezt nem gondolják az emberek végig, hogy ez most tesztelve van a kriptovaluták részéről, érted? A kriptovaluták által. Ami azt jelenti, hogy úgy tudják majd rángatni a virtuális pénz értékét, ahogy akarják. És ebbe az emberek bele fognak bolondulni. És halni, természetesen. Jó, hát tiszta és világos legyen. Tehát ilyen gyönyörű jövő vár jelen pillanatban az emberiségre, amikor a jó emberek nem tesznek semmit. A rosszak azok bőven tesznek. Hát nézz körül, a rossz emberek mindent csinálnak, hogy rossz legyen. Nagyon aktívak a rossz emberek, de a jó emberek nem tesznek semmit. És mivel a hatalmon már alapvetően rossz emberek vannak, a jó emberek elvárják, hogy majd a rossz emberek jót tesznek a jó embereknek. Ez az elmebetegség kezdete, amikor az ember így gondolja, hogy a rossz emberek, majd azok a jó embereknek jót tesznek. Hogy? Mikor? Hol? A mesében. És ugye azt mondja az ember, de hát én mit tehetek azért, hogy jobb legyen? Hát, tudod, majdnem kimondtam azt a szót, hogy B betűvel kezdődik, és a meg a vége. Tudod? Tanulni tudnál! Így van. B meg. Tanulni tudnál. Ha eszesednél, okosodnál, érted? Akkor elkezdenél másként gondolkodni. Más a gondolkodásod alapján másként cselekedni. És az ember, minden ember, aki jó ember, ezt csinálná, már pedig a világunkban az emberiség 80%-a az jónak tekinthető. Az több mint 6,5 milliárd ember. Érted? Jónak tekinthető ezen a bolygón.
Hát most gondold végig, ha 6,5 milliárd ember tanulna, mert azt mindenki megteheti, hogy tanuljon. Nem szakmát kell tanulni, hanem az élet és az ember működéséről kell tanulni. Az élet működéséről például olyan, azért kell tanulni, hogy ne hittessék el veled, hogy te a majomtól származol. Evolúció révén, érted? Mert ezáltal elhitetik azt, hogy persze, hogy nem vagy okos értelmes, hiszen a majomtól származol. Oké. Hogy ne tudjanak elhitetni veled mindenféle baromságot, mint például az evolúció. Érted? Mert az evolúció működik olyan szinten, hogy mit tudom én, természetű átalakítás, átalakulás miatt, mit tudom én, a madár rászorult arra, hogy uszony fejleszten ki, mit tudom én, évmilliók alatt. Érted? Ez evolúció. De az embernek nincs evolúciója. Nincsen. Mi annyit van, másként működünk itt az elmúlt 4500 évben, hogy az elmúlt pár száz évben elkezdtünk magasodni. Érted? Hogy magasabbak vagyunk, mint régebben. Ennyi lett a különbség. De nem vagyunk okosabbak, nem vagyunk eszesebbek, mint régen volt az emberek. Régen voltak az emberek. Tehát milyen evolúció? Hol van itt az emberiségnél evolúció? Miről beszélünk? Szóval, azt bárki meg tudná tenni, hogy ő saját maga fejlődjön. Miért kellene fejlődnie? Hát azért, hogy ezeken az életterületeken, mindjárt mutatom, elkezd jól működni. És ha ezeken az életterületeken jól működsz, akkor nem leszel boldogtalan. Érted? Mert az ember azért boldogtalan, mert ezeken a területeken, vagy ezek közül, a területek közül van egy jó pár, ahol nem boldog. Nem jól működik, rosszul működik. Ellentétesen működik, mint ahogy kellene. És boldogtalan. És ha az ember boldogtalan, annak az a következménye, hogy leromlik a hangulata. Ha leromlik az embernek a hangulata, akkor annak mi a következménye? Hogy bekapcsolnak az ösztönei, és elveszíti a tudatosságát, a tudását elveszíti. Még azt a cseppet is, ami volt neki. És onnantól kezdve, ha az ember rossz hangulatú és ösztönösen működik, hibát hibára halmoz. És ha az ember hibát hibára halmoz, akkor még boldogtalanabb lesz. Mert még több életterületét szúrja el. Rontja el. Így működik az ember. És ennek semmi köze az anyaghoz. Semmi köze az evolúcióhoz. Az elménkhez van köze. Ha minden embernek alapszinten tudnia kellene, hogy három részből tevődik össze. Van a teste, amit látsz. Van a lelke, amit nem látsz. És van az elméje, amit nem látsz. Tehát két részt nem látsz. És az emberek azt gondolják, hogy hiszem, ha látom. Érted? Ha basszus kulcs, az energiákat látod? Nem, mégis léteznek. Oké. Tehát
itt vagyunk mi emberek, és akkor sokan azt gondolják, hogy az az élet, hogy nem kell tenni semmit a jövőért, semmit ne tegyünk, sírassuk a múltat, hogy jaj, de jó lett volna, ha a múltban ezt tettük volna, vagy azt tettük volna, vagy amazt, és a jelenben olyan dolgokat teszünk, én nem, de az emberiség nagy része, amivel semmilyen pozitív formában nem, nem gyakorol hatást a jövőre. Nem gyakorol hatást pozitívan a jövőre. Az, amit az ember a jelenbe tesz. Tehát gyakorlatilag elérték, hogy az emberek a jelennek éljenek. Szó szerint. És a jövő számukra megfoghatatlan. Tudod miért? Mert azt is elérték az embereknél, hogy ne legyenek tisztában a saját működésükkel és a saját képességeikkel. De nem egyéni képességre kell gondolni, hanem az ember képességeire. Az egyéni képesség az egy dolog. Az embereknek vannak közös képességei, amihez hozzá lehetne jutni minden embernek, aki olyan szintre jut, hogy lehetőséget adnak arra, hogy az a képessége megnyíljon. Hát most gondold végig, ha egy brutál, rossz ember kezébe, mondjuk egy pszichopata, vagy egy szociopata kezébe adsz egy töltött géppisztolyt, vajon mit fog vele csinálni? Lövöldözni. Érted? Tehát ha egy ember buta, tudatlan és rossz, akkor valami dolgot adsz a kezébe, és rosszat tesz vele. Ez így működik. A jó ember valószínűleg nem fogja, nem csinálná ezt. És itt vannak ezek a képességek. Gondold végig, hogyha az embereknek megadnák a képességeket, amivel rendelkezni tudnának, mert ezeket a képességeket kapjuk, akkor gondold végig, tudás nélkül nem jóra használnák a képességüket, hanem rosszra. Mondok példát. Elmegy valaki, mit tudom én mondjuk, boszorkány képzésre. Most ez jutott eszembe. Vannak ilyenek. Érted? És esetlegesen megnyitnak neki ténylegesen ilyen boszorkányos képességeket. Ezt tudod, mi lesz? Többet fog vele visszaélni, mint mások hasznára lenni, vagy saját hasznára lenni. Visszaélni. Mert az azt jelenti, hogy mit fog csinálni? Mert tudom én, fogja és rátesz másokra rontást, stb. Stb. Érted? Vissza fog vele élni. Mert hiányos a tudása. Mert tanítanak ma a világban olyanra embereket,
amire nem szabadna etika képzés nélkül. Nálunk az etika képzés 4 hónap, 120 óra. Nem szabadna tanítani az embereknek ilyen dolgokat, érted? De még olyanokat se, hogy könyvet megjelentetni, hogy könyvből ilyen képességeket szerezzen valaki, érted? Tehát az a baj, hogy képességeket megnyitni nem csak jó istenek tudnak, hanem rosszak is. Oké? Na most miért beszélek erről? Mert itt van egy világ, és a jó emberek ilyen álomvilágban élnek, vagy ilyen szürke ködben, vagy én nem is tudom. Érted? És nem gondolnak arra, hogy mi lesz mondjuk 2 év múlva, vagy 5 év múlva. Hoppá! Ez én voltam. És nem is akarom. Köszönöm. Nem gondolnak ilyenekre, hogy mi lesz 2 év múlva, most gondold végig. Mondjuk 17-ben az emberek nagy része szerinted gondolt arra, hogy 2020-ban, tehát 2017-ről van szó, 2020-ban milyen nehézség lesz itt a világban. Gondoltak rá? Nem arra konkrétan, hogy Covid lesz, hanem hogy nem mehetsz ki az utcára. Akkor mit, otthon kell lenned? Este 8-kor. Hát figyeld, mikor én gyerek voltam, akkor is a szüleim 9:30-ig engedtek ki. Nem este 8-ra kellett hazamennem. Nem kisgyerek, hanem kicsit nagyobb, már felső tagozatos. Érted? És a felnőtteknek megmondták, hogy este 8-kor neked otthon kell lenni. Érted? Gondolták ezt 2017-ben, hogy ilyenek lesznek az emberek? Nem. Én meg biztos voltam benne, hogy lesznek ilyenek. Azt nem tudtam, hogy pont milyenek, de hogy nagy nehézségek lesznek. Erről már 17-ben javában beszéltem, hogy 2020-ban lesz. Csak 2 héttel tévedtem, mert én áprilisra satszoltam, április elejétől, és ehhez képest március közepén lett. Érted? És a 17-ben beszéltem ilyenekről. De persze nem hitték el az emberek, hát miért hitték volna? Tehát az, hogy mi várható, nem kell tudni konkrétan, hogy mi várható. Bőven elég az, hogy az emberek számára nagy problémát fog jelenteni, ami várható. Legalábbis a többség számára. És ez, e felé megyünk, most is e felé megyünk. Jó? És ha megkérdezném, hogy mikortól, akkor ezt is megmondanák. De még nem kérdeztem meg. De így, hogy most eszembe jutott, lehet, hogy megkérdezem. Szóval, gondoljátok végig, hogy ez a jó így, ahogy van. Tehát a jó embereknek az a jó, hogy hót hülyék. Tehát érdekes egy világunk van, hogyha jobban megnézed. És itt a legérdekesebb része ez, hogy jó emberek azok úgy várják, hogy majd a sűrűt galamba szájukba repüljön, vagy ahogy szokták mondani, vagy mit tudom én mire, érted?
Mert a rosszaktól ne vár semmi jót. Ezek nem fog, az elnyomók nem fognak jót tenni. Szociopaták, pszichopaták, azok nem fognak jót tenni az embereknek. Hát a vezetés jó részében. Szociopaták és pszichopaták ülnek, érted? Hát gondold végig. Tudom én, szerintem a WHO-nak az elnök az egy pszichopata, érted? Legjobb esetben tökéletes szociopata. Érted? Hát egy bűnöző volt. Egy bűnöző volt. És most ő a WHO elnök. Egy bűnöző. Érted? Nem, utána tudsz nézni, hogy ki az. Meg tudod nézni, én megnéztem a múltját. Egy bűnöző. Mondok példát még. Tehát, tudom én, aki mostanában a legnagyobb képzéseket csinálta, tehát legnagyobb létszámú, egy időben legnagyobb létszámú jelenlévő képzéseket, ugye az a sportcsarnok, a nagy sportcsarnok, az 10 000 ember. Aki tartotta, az egy bűnöző, érted? Börtöntöltelék. Milyen világot élünk? Érted? És akkor ilyen emberekbe bíznak az emberek. Tehát most gondold végig, hogyha mondjuk a 90-es évektől, akik kormányon voltak, jó, már van az, aki azóta meghalt, de beleértve őket is, amit csináltak, az mind azt jelenti, hogy elárulták a népüket. Mind. Mind egytől egyig, minden miniszterelnök elárulta a népüket. Mindegyik. Érted? Ami azt jelenti, hogy hazaárulok. Érted? A hazaárulási rége halál járt. Már nem. Már azok, akik eladják a hazájukat, érted? Azok a kormányfők. És azoknak kapcsolunk, érted? Tehát, hogy lássuk, hogy milyen világ van. De nem csak Magyarországon, mindenütt így van. Érted? Hát hazaárulók a saját népük ellen dolgoznak a legfelsőbb vezetők a országok élén. Érted? De sorban mindenütt. Tehát egy ország élén, amelyik van ember, annak a elsősorban a népért kellene tenni, nem? Nem az EU-ért, mert az EU-ban nagyon sok nép van. A hazájáért, a népért, a saját fajtájáért kellene tenni. Erre nézd meg sorba, érted? Fontosabbak, mit tudom én, a menekültek, mint a saját népe. Érted? Hát az nem hazaárul, akkor mi? Hát ez mind hazaárulok. Szoros értelmében. Mert a saját népüket adják el. Érted? Kiszolgáltatottá teszik a saját népüket. Hát gondold végig, Németországban. Az emberek nem mennek este már az utcára menni. A migránsok miatt. Tehát gondold végig, amikor egy államfő fogja és kiárulja az állami tulajdont. Potom pénzért. Azt tudod mi? Az hazaárulás. Tudod miért? Azért hazaárulás, mert az nem az övé, hanem az a népé. Érted? Az a nép tulajdona, és a nép tulajdonát kiárulják magánszemélyeknek. Érted?
Tehát az Antal József is egy hazaáruló volt, érted? És azóta minden kormányfő kiárulta a nemzeti vagyont, érted? Ami a népés, nem a kormányoké. És ehhez a népek tapsikolnak, érted? A hazárulóknak. De végig az egész EU-ban, meg végig a világban, érted? Tehát érdekes világban élünk, ha jobban megnézed, nem? Tehát azok a jók, akik alapvetően rosszak. Egy hazaáruló az nem jó. Aki elárulja a népét, eladja a népnek a vagyonát, érted? Mióta jó? Most tök mindegy, kinek adja el. A saját családjának adja el, vagy valami strómannak adja el, vagy egy idegennek adja el. Érted? Aki nem is hazánk fia, tök mindegy. Akkor is kiárulta a népnek a vagyonát. Érted? Az állami vagyon, az néptulajdon. Az nem lehetne magánosítani. És ott sok tudatlan ember mindenért tapsikol. Érted, hogy hű, de fantasztikus emberek ezek. Úgy átvágják a népet, ahogy kell. Nem tudom, esetleg nem kellene tanulni olyan dolgokat, ami elősegíti azt, hogy képes legyek gondolkodni. Mikor éppen ideje van a gondolkodásnak? Ha nem kell éppen gondolkodni, hanem csak bambulsz ki a fejedből, akkor ne gondolkodj. De időnként azért kellene gondolkodni. Mindenkinek. Hát érdekes világban élünk. Csak ezt tudom mondani. És nem a politikusokkal van a gond. Nem. Mert a politikusokat az emberek választják. Érted? És akkor lehetne azt mondani, de persze azért, mert nincs jobb. Vagy az egyik 19, a másik meg egy hiány 20, érted? Hát nagyon érdekes volt, mert amikor rendszerváltás volt, akkor az ember bizakodhatott. Mert a parlament tele volt vállalkozóval. Érted? Tehát olyan vállalkozóval, akik akár nagyobb vállalkozók is voltak. Tehát olyan például emlékezzetek, hogy Cvak bekerült a parlamentbe. Igen, unikum lett, igen, hogy bekerült a parlamentbe. Szóval, gondoljátok végig, tehát ott voltak ilyen időszakok. Tehát kicsit azon az alapon indult az egész, ami régen volt. A parlamentben ősi családok ültek. Érted? Olyan családok ültek, akik grófok, bárók, hercegek. Ilyenük ültek a parlamentben. Tehát akik már évszázadok óta grófok, bárók, hercegek voltak, érted? Ilyenek ültek a parlamentben. Nem voltak megvásárolhatók. Ők nem adták el a népüket, érted? Mert nem tudták őket megvásárolni. És utána bekerültek a parlamentbe a csupasseggűek. Érted? És lehetett tudni, hogy nekik az lesz a dolguk, hogy úgy veszik meg őket, ahogy kell. Érted? Vagy nem így volt? Hát figyeld, kaptunk egy 1000 éves átkot. Azért, mert a drága első Istvánunk eladta az országot. Érted? Eladta a népét.
Tehát a magyarok ellen idegeneket hívott segítségül. Meg németeket. Persze. Tehát egy hazaáruló volt. Lett egy rendszerváltás ezer év múlva. Jaj, de jó, lejár a, nem, a ezer éves átok. Erre drága Antal Jóska barátunk ugyanúgy kiárulta az országot, érted? Mint amit ezer évvel azelőtt István csinált. És akkor utána minden ilyen történész, aki ilyen dologgal foglalkozott, meg egyébként asztrológusok is, hát nem tudták megállapítani, hogy vajon emiatt tovább ment-e az ezer éves átok. Vagy nem. Érted? És hát azóta, mióta a rendszerváltás van, azóta az emberek többségének nem lett jobb. Érted? Tehát az emberek többségének, nagyon nagy többségének leromlott fokozatosan a hangulata. Tehát most sokkal rosszabb átlagosan az emberek hangulata, mint ezelőtt hány évvel? 20-34 évvel, 35 évvel. Hát az azt jelenti, hogy ha az embereknek jobb lenne, akkor jobb lenne a hangulatuk, nem? Az embereknek a hangulata nem jobb lett, hanem rosszabb. Tehát mész az utcán, és nem látsz, nem hallasz jó hangulatú embereket. Nem. De igen, 35 évvel ezelőtt még voltak. A 80-as évek végén. Szép számban, sokkal jobb hangulatúak voltak. Abból is mérhető volt, hogy elmentél mondjuk egy lagziba, mi 80-as években házasodtunk, sok lagziba voltunk a 80-as években. És megszólalt a zene, az emberek felálltak és mentek táncolni. Most menj el egy lagziba és nézd meg mennyi idő után. Áll neki az egész társaság a táncnak. Tudod, mit csinálnak? Fogják, és azt csinálják, hogy a férfiak kimennek, érted? És beszélgetnek ki a lagzikon. Ott bagóznak, beszélgetnek. A nők, meg mivel nem tudnak magukkal mit kezdeni, ezért egymásra táncolnak. Érted? Vagy ők is csoportban beszélgetnek, a nők. Érted? De a lagzi azért van, hogy az ember úgy hívják, hogy mulasson. Beszélgetés meg a mulatás az két különböző dolog. A beszélgetésnek és a mulatásnak semmi köze egymáshoz. A mulatás az azt jelenti, hogy táncolnak a zenére, érted? De ma a mulatás az, hogy basszunk be. Minél jobban. Ez a mulatás. Érted? Az nem mulatás. A mulatás az azt jelenti, hogy józanul, vagy majdnem józanul, majdnem józanul, az emberek táncolnak a zenére. Érted? Hol látsz ilyet? Egy csomó, az idén több esküvőn voltunk. És egy csomószor azt látjuk, hogy egy csomó ember mit csinál? Érted? Gyakorlatilag ott van, mit tudom én, egy lagzi kb. 6 órás, és nem is táncolt. A többség. Egy mozdulatot sem. Érted? De régen se azért táncoltak az emberek, mert tudtak.
Nem azért táncoltak, hanem azért, mert a zenére mozogtak, érted? Most aztán baromi nagy nehézség, mondjuk egyet ide, egyet oda lépni. Hú, ahhoz aztán fantasztikus tudás kell, mondjuk páros táncnál. Érted? Még ha nem is kettőt ide vagy, kettőt oda, hanem egyet ide, egyet oda. Érted? Hát az még lehet, hogy a legtöbb ember ki is tudná számolni, tudod? Mert talán annyit még tanítottak neki az iskolában, hogy legalábbis megjegyezte még azt. De ehhez kellene egy jó hangulat, érted? Hát a basszus kulcs. Jól érzed magad, szarul? Akkor te hülye vagy. Hát az ember akkor érzi jól magát, ha jól van. Érted? És az mit jelent? Jó hangulatban van. Jó kedvű, úgy is lehetne mondani, nem? Az ember akkor érzi jól magát, ha nem rossz kedvű, hanem jó kedvű. De ahhoz, hogy jó kedvű legyél, nem kellene boldogulni ezeken a területeken. Hát jó, ugye, úgy van? Hát szerintem kellene, nem? És mondják nekem időnként, írják, nem mondják, mondani nem mondják, hála Istennek, írják, tudod, hozzászólásba, hogy ki ez az ember, érted, hogy így beszél. Hát akkor úgy látszik, te bunkó, nem voltál hofin. Én a feleségemmel egy párszor voltam hofi előadáson. Ráadásul még a hofi felelhető az interneten is. Oké? És a hofi elvtárs az időnként nem beszélt szépen. Oké? Magyarul beszélt, így van. Így van. Elmondta a véleményét. Így van. És én nem beszélek semmivel sem csúnyábban, mint mondjuk ahogy a hofi beszélt. Érted? Sőt, ha megnézek egy hofit, gyakorlatilag nekem mondhatom azt, hogy el van mentve az összes előadása, ami fellelhető volt. És megnézek egy hofit, mondjuk egy előadás előtt valamikor, akkor szabadabb szájú leszek. Most nem néztem egyébként hofit, de szabadabb szájú leszek. Így van. Hat rám, így van. Hat rám. Tehát lényeg az, hogy az, hogy én hogy beszélek, az az én saját dolgom. Oké? És ha valakinek nem tetszik, akkor ne hallgasson. De ezt egyébként nem értem meg, hogy vannak olyan hozzászólók, hála Istennek ezek már régen nem idegesítek, úgyhogy jót nevetek rajtuk, vannak olyan hozzászólók, képzeld el, hogy nem tud másként hozzászólni, csak negatívan a videóimhoz. De nem egyhez, hanem rendszeresen. De ez a hülye rendszeresen nézi, érted? Hát egyszer nem értem, nem fogom föl. Nekem valami nem tetszik, akkor én ezt többet nem nézem valószínűleg, érted? Hát ha nem tetszem neked, akkor zárd már ezt a kurva tévét, vagy mi a manót, érted? Ezt a kurva internetet. Jó, tehát mondom, hogy lehet ennyi eszük embereknek? Szerintem annyi eszük van, hogy hazatalál, érted? Mint a tehén, tudod, elment a csapdába és hazatalál. Körülbelül annyi a sütnivalójuk. Jó, tehát
érdekes világot élünk. Tehát aki ráadásul, tudod, ez úgy van, hogy akinek nem inge, nem veszi magára. Tehát aki nem tartja magát hülyének, az nem fogja magára venni, hogyha valaki lehülyézi. De ha valaki hülye, a hülyének mondod, hogy ude hülye vagy, az úgy magára fogja venni, két pillanat alatt olyan idegbeteg lesz, érted, hogy ihaj. Persze. Mert tudja, hogy neki szólt, így van. Szóval, itt van 10 terület. Nincs több az életünk, de ennyi van. Jó, valaki nem büszkélkedhet mind a 10-zel, mert mit tudom, hogy sose volt párja. Csak most mondtam, hogy sose volt gyereke. Vagy már mit tudom én, kisgyerekkorában meghaltak a szülei, és azóta nincsenek szülei. Tehát lehet olyan. De az embereknek akkor is itt van ez a 10 terület. És akkor lehet, hogy még 9-ig el is fogadod. Mert lehet, hogy még 9-ig tanítottak számolni az iskolába, tudod. És a 10-es, tehát a 2 számjegyű számolást már nem tanították. Csak az 1 számjegyű. Igen. Szóval, és itt van ez a 10-es. Képzeld el, ők adják a képességeket. Na, erre vár gombot. De ha jó vagy, akkor a jók adják a képességet, érted? A jóra. Ha rossz vagy, mondjuk az elnyomók, az pszichopaták, az szociopatáknak, a rossz ilyenek, istenek, adják a gonoszságra a képességet, érted? Na most... Gondold végig, hogyha az ember mondjuk elkezd jóvá válni, az azt jelenti, hogy kap 6, ha tesz is a jóságával másokért, akkor kaphat képességeket tőlük. Ja, és akkor nem léteznek, nem? Tehát kaphat tőlük az ember, de nem léteznek. Hogy? Hát valamit az ember attól kaphat, aki létezik. Egy nem létezőtől te már kaptál valaha valamit? Nem. El kéne ezen gondolkodni. Hogy attól tudunk kapni valamit, aki létezik, nem? Egy nem létezőtől nem tudsz kapni semmit. Jó? Tehát mondok példát, jó? Nekünk van egy karrier lehetőség. Az azt jelenti, hogy a tanulók után pontot kapnak az emberek. Pontot. Tehát ami azt jelenti, hogy a meghatározott befizetés után pont van. Ez úgy néz ki, hogyha nagyon konkrétan akarod tudni, ez kis tanítás. 500 forint befizetés, az egy pont. Jó? A tandíj nem 500 forint, hanem 19.700. Tehát ezért tört pontok is vannak. Mert a 700, az nem pontosan 500-ra jön ki. Jó? Akkor... Van második hónaptól 12.500 forint befizetés. De ezek ilyen akciós dolgok. És ott is ugyanúgy elosztod 500-zal, és annyi pont. Érted? Tehát akkor ki lehet számolni, hogy az 25 pont. A 12.500. A 19.700. Az csak nem 40 pont, 39 egész akármennyi. Ki tudod számolni? Tehát 500-zal van visszaosztva. Ha valaki befizet mondjuk 10 hónapnyi tandíjat,
mondjuk 125 ezer forintért, akkor ugyanez a számítás, az vissza van ott, osztva 500-zal. Ezt egyébként számítógép csinálja, nem mi. Számítógép program természetesen a számítógépen. És automatikusan számolja ezeket a pontokat. Oké? Akkor a pontoknak van pénzértéke. Oké? Hiszen pénzbefizetésből vannak a pontok, és pénzkifizetés az értéke. És ez azt jelenti, hogy azok, akiknek van tanulójuk, akik tandíjat fizetnek, azok ilyen formán kapnak pontot és jutalékot. De pontot mindenki kap, mert a tanulók megkapják a saját tanulásokért a pontot, azután nincs jutalék, jó, azután a sajátod után nincs jutalék. De mindenki más után, akit te hoztál tanulónak, azután te kapsz pontot. Sőt, képzeld el, valaki beregisztrál, és egy olyan csoport, tehát az a gép, a számítógép időrendi sorrendbe rakja az embereket egymás alá. Oké? Időrendi sorrendbe. Egymás alá. Ami azt jelenti, hogyha egy mondjuk azonos csoportba belép 10 ember időrendben, akkor aki az időrendben elsőnek lépett be, az van legfelül, és aki utolsónak lépett be, az van legalul. De most egy napot néztünk. És ez minden időszak úgy működik, hogy nem számít, hogy az nap, nem számít, hogy hónap vagy év, ez az időrendiség megvan, és egymás alá rendezi a gép az embereket. És onnantól kezdve valaki, mondjuk ez a 10 ember, közül mondjuk a 10. tanuló lesz, akkor az azt jelenti, hogy a 10. befizetése utáni pontokat nem csak az kapja meg, aki hozta azt a tanulót, hanem mindenki, aki felette van. És ha 10 000 ember van felette, akkor 10 000 kapja meg ugyanazt a pontot. Mondjuk fizetett valaki 12 500 forintot, egyszerűség kedvéért 25 pont, azt a 25 pontot mindenki megkapja. Világos? Mert vannak ilyen csoportok, hogy 10 000 ember van benne így mélységben. Érted? Na most, ez azt jelenti, ezt most azért mondom, hogy ez az alapja a karriernek. Hogy mennyi pontja van az embernek összesen. Mert minden hónapban halmozódnak a pontok, nem nullázódnak. Nincs nullázódás. Oké? Ami annyit jelent, hogy valaki belép a rendszerbe regisztráltként, még akkor is, ha nem tanuló, ő kapja a pontokat. És ezt bárki meg tudja nézni. Hol lett? Itt van. Bárki meg tudja nézni, csak be kell menni a saját irodájába, a PPA oldalon belül, és akkor meg kell nézni azt a menüpontot, hogy partnereim, csoportom. Oké? Abban a menüpontban ott van, hogy hány pontod van. Hiszen te vagy a csoport élén. Tehát még egyszer, a pph.hu weboldalon, ha benn vagy, akkor van egy olyan, hogy
irodám, tehát belépsz a ppa.hu-ra a felhasználói számoddal és a jelszavaddal, és utána belépsz az irodám menüpontba, és abban van a partnerim csoportaim almenü, abban meg tudod nézni, hány pontod van. És ez úgy néz ki, hogy valaki mondjuk hó elején csatlakozott a rendszerhez, beregisztrált, és megnézni a hó végén, hogy hány pontja van, biztos, hogy nem nulla. Még akkor is, ha ő nem is tanuló. Na most, tehát karrier annak alapján van alapvetően kiszámolva, vagy megcsinálva, hogy kinek mennyi pontja van. Ha még nincs összesen annyi pontja, akkor nem válthat karrier szintet. Nem válthat föl egy magasabb karrier szintet. Mit eredményez a magasabb karrier szint? Magasabb jutalékot. Oké? Minél magasabb karrier szinten van valaki, annál magasabb jutalékot eredményez. Jó? Az azt jelenti, hogy ebből a pontonkénti 500 forintból nagyobb a részesedés. Érthető? Ma a pontonkénti 500 forintból azt mondja, hogy 380 vagy 400 forint van kifizetve. Valahogy így. Érted? Kifizetve azoknak, akik a szervezésben, a tanulók hozatalában aktívan részt vesznek. Oké? Tehát aktívan az azt jelenti, hogy az illető tanuló lesz. Oké? Van egy másik feltétel is, hogy az ember, tehát pontot mindig kapsz, ha be vagy regisztrálva, onnantól kezdve kapod a pontot. Mert lesznek tanulók alattad. Ebben biztos lehetsz. Másik, hogy jutalékot mikor kapsz? Akkor kapsz, ha neked is van tanulód. Érted? Ha nincs tanuló, nincs jutalék. Ennyi. Hiába van X pontod, nincs jutalék. Vannak olyanok, akik évek óta benne vannak a rendszerben, és mondjuk akár 10.000, 20.000 vagy még nagyobb pont számmal rendelkeznek. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy eddig nem kaptál meg, mondjuk ha 10.000 pontod van, mondjuk 10.000-szer 50-et. Lehet, hogy ez nem olyan sok, ez csak 500.000 forint. Most 500.000 forinttal kevesebb van neked. Mert nem hoztál tanulókat, érted? És vannak olyanok, akiknek úgy, hogy nem tanulok, több 100.000 pontjuk van, érted? Az 50 forinttal számol már ki. Mennyit vesztettek az illetők? És onnantól kezdve, hogyha mondjuk valakihoz 2, 4, 6 tanulót, mindössze 6-ot, akkor mindenki, aki a csoportjában van és tanuló, annak a befizetése utáni jutalékból részesedik. Tehát a pont azból mindenki részesedik, de a jutalékból nem. A jutalékból csak azok tudnak részesedni a más emberek teljesítményéből, akinek van legalább 6 tanulója. Én jól számoltam, 2, 4, 6, jól számoltam. Érted? 6 tanuló. Na most, mit csinálunk mi? Teljesít, egy küldetést teljesítünk. A küldetésünk az, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie, mert ha nem lesz aranykor, akkor törlik az emberiséget. Reméljük a bolygót nem, de még valószínűleg azt is, mert ugyanis, ha az emberiségnek nem emelkedik meg a rezgése,
akkor a bolygó rezgése sem emelkedik meg, és ez nagyon jó a negatív isteneknek, akik jelen vannak ezen a bolygón. És a pozitív istenek úgy akarják elkergetni a negatív isteneket, hogy az emberiség hangulatát meg kell emelni. Csak mondanám, hogy minden ember, aki itt van, az a pozitív istenek által lett itt. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát a jó istenek által lett itt, és nem a rossz istenek által. Na szóval, de itt vannak rossz istenek is a bolygón, nem csak jó. És az a jó istenek ellen van, tehát a rossz istenekért van, hogy az emberiség rezgése csökken. A rezgésünk azért csökken, mert romlik a hangulatunk. Mármint az emberiségnek. Minél jobban romlik az emberiség hangulata, annál alacsonyabbak az emberek rezgése. És ez a rezgés csökken már egy jó ideje. Mióta csökken? Hát a 90-es évektől. Ez azt jelenti, hogy most már brutál alacsony az emberiség rezgése. Ami piszok jó a rossz isteneknek. Ami azt jelenti, hogyha mai állás szerint nekik, a jó isteneknek dönteni kellene, mint gazdának a földről, azért mondom, mint gazda, mert a naprendszer az a jó istenek birtokában van. Jó? Tehát ha nekik most dönteni kellene arról, hogy mi legyen az emberiséggel most, és a bolygóval, akkor tudod, mit csinálnának? A bolygóstól az emberiséget fölrobbantanák. Most. Jelen állapotban. És úgy járnánk, mint a Mars és a Jupiter között lévő törmelékbolygórendszer. Oké? Okay. Ami szintén ugyanerre a sorsra jutott. És nem olyan nagyon rég, mert az ókorban még az a bolygó ott volt. Hoppá! Oké? Okay. Tehát mikor ábrázolták a naprendszer bolygójait, még akkor ott volt. Honnan tudni? Hát a kővésetekben, piramisokban, stb. Stb. Ahol megtalálták ezeket. Ott volt. Tehát valószínűleg ez úgy történt, hogy tiszta és világos legyen, hogy amikor szétrobbant a bolygó, szétrobbantották a bolygót, akkor volt a nagy üstökös találata a bolygónknak, a Földnek, és akkor volt a jégkorszak kezdete. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Na szóval, tehát ha most döntenének arról, hogy mi legyen az emberiség és a Föld sorsa, akkor most egy nagy bum lenne. Nem vízözön, nem tűzözön, nem. Ugyanis ennek a bolygónak, így ezzel az emberiséggel a rezgése zavaró a jó istenek birodalmában. Érted? Zavaró. Tehát ez azt jelenti, hogy mondtam, hogy vannak rossz istenek is, akik nem ide tartoznak. Nem a naprendszerünkhöz tartoznak, nem a galaxisunkhoz tartoznak. Érted? Mert ez a galaxis a naprendszerrel együtt a jó istenek birtokában van. És ők itt rekedt, itt ragadt rossz istenek. Érted? De az isteneket úgy képzeld el, hogy
ők szabadon lélekként is tudnak működni, nem csak testben. Tehát ők szabad lélekként is működnek. És ugye a rossz istenek úgy akarják megszerezni a jó istenektől magát a naprendszert, vagy a galaxist, vagy először a Földet, hogy a Földet szerzik meg azáltal, hogy elérik, hogy az embereknek alacsony legyen a rezgése. Mert hát, ha akkor a jó istenek sajnálni fogják az emberiséget, meg a bolygót. Csak én ezzel úgy vagyok, tudod, hogyha van mondjuk egy kedvenc házi állatom, amelyik mondjuk harabdálja, mondjuk egy kutya, harabdálja a gyerekemet. Érted? Akkor én úgy lelövetem azt a kutyát, mint a húzat. Világos ez? Hát nem lelövetem, hanem elviszem egy állatorvoshoz, azt bead neki egy ciót, azt kakuk marci. Érted? Hiába kedvenc, mert a gyerek az kedvencem. Világos? Mint egy házi állat. És lényeg az, hogy ők is így működnek. Tehát ha kell, feláldozzák az emberiséget, meg a bolygót. Ha nem fejlődünk. Hanem így romlunk, mint ahogy szépen romlunk. Tehát nem kellene tenni az ember, nem kellene megmenteni az emberiséget? Bémeg. Nem kellene? És a rossz emberek nem fogják megmenteni, mert lepaktolták a rossz istenekkel, érted? Tehát ha az ember választhat a jó közt és a rossz között, miért a rosszat kell választani? Miért nem a jót választjuk emberként? Gondold végig, szerinted az ártalmas lesz számodra, hogyha ezeken a területeken tudni fogsz, tudásod lesz? Hasznos tudásod, amit tudsz használni, az ártalmadra lehet. Miért nem tanulsz? Hol? Keres interneten akár. Keres még egy olyan szervezetet a bolygón, aki erre a 10 területre mindre tud tudást adni. Méghozzá elég tudást. Keres ilyet rajtunk kívül. Nem fogsz találni, nyugodtan keres, csak avval saját idődet szúrod el. Nem fogsz találni, eleve nem fogsz találni. Fogsz találni olyan szervezeteket, vagy egyéneket, vállalkozókat, akik valamilyen területen próbálnak neked tudást átadni, és még lehet, hogy jók is azon a területen, sőt. Gondold végig, van olyan képességem, hogy mondjuk valamit tanultál az életedben. És utána elkezded tanítani az embereknek, mondjuk az ember vagy az élet működésével kapcsolatos. Leülsz velem beszélni, és utána én, nem arról beszélünk, csak részleteket mondasz róla, és utána én, lehet, hogy több tanítást tudok adni abból, mint te. Pedig én nem tanultam. Tudod miért? Mert van olyan képességem, hogy megkapom a tudást. Érted? És valószínűleg többet fogok kapni, mint te. Ezt kipróbáltam már többször. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy keres még ilyen embereket, jó a bolygón, akik az embereket tanítják, akiknek vannak ilyen képességeik, mint mondjuk nekem, nem fogsz találni. És ez nem nagy képűség.
figyeld, nekem megküldik azokat az információkat, hogy mi várható a jövőben, megküldik azt is, hogy mi volt a múltban. Érted? Ilyeneket is küldenek. Ha akarok valamilyen témáról beszélni, küldenek információt. Valakiben felmerül egy kérdés, mondjuk a képzés előtt, és a képzésben megkapja a választ. Érted? És ez rendszeres az embereknél. Keres olyat, aki képes ilyenre. Jó? És ezt mondom, nem nagy képűség. Azt mondja, hogy elkezdtem tanítani vezetőket 93-tól. Vezetőket. 93-tól? Inkább mondom 94-től. Tehát 94-től elkezdtem tanítani vezetőket. Az hány éve? 30. Azt mondja, hogy váltottunk 2010-ben, és már azt a tudást, amit a vezetőknek adtam át, azt átadom a nagy közönségnek. Annak, aki itt tanul. Nem az, aki hallgatja a díjmentest, ahol módszereket nem adok, hanem azt, aki tanulunk, és ő kap módszereket is. Ami azt jelenti, hogy vezetőket képes vagyok tanítani, érted? Sőt, azt, amit csinálunk, az egy olyan dolog, ami totál egyedülálló, és a bolygó történetében egy kiemelt dolog, érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberiség és a bolygó sorsa az tőlünk függ. És azért nem törölték még az emberiséget, vagy már az emberiséget 2012 év végével, mert mi már voltunk 2012-ben, és azt csináltuk, amit most. Érted? Nem véletlenül kaptam ezt meg tőlük, ezt a feladatot, hogy a csapatommal meg kell csinálni azt a korszakot, ahol megemelkedik az ember rezgése, és mi az alapvető dolog abban, hogy egy ember rezgése megemelkedjen? Hát az, hogy képes legyen szeretni. Minél jobban tud egy ember szeretni, nem szerelemről van szó, ne keverjük a kettőt. Szeretni, annál magasabb rezgésen tud működni. Érted? Tehát ezért például a kisgyerekek, akik még feltétel nélkül szeretnek, sokkal magasabb rezgésűek, mint a többi ember. És tudod, mit csinálnak a kisgyerekek? Látják a magas rezgést, a hasonló magas rezgésük, mint ő, és azzal összemosolyog. Mert érzékeli a pici. Érted? Soha életében nem látta még, érted? És összemosolyog vele. Mert érzékeli, hogy az egy magas rezgésű. Na most ez az érzéke, ennek az érzékelésnek ugyan már mi köze az anyaghoz? Semmi. Jó? Szóval, ránéztem az órára, jól eltelt. Hát ennyi fért bele a mai napba, tudnék még beszélni, de ez bőven elég volt. Tartunk 30 perc szünetet, keress egy PPH-st, jelentkezz be rá a tanulónak, hidd el, nem fogod megbánni. Jó? Most ezt megteheted. 19.700 forintért. Az első hónap, a második hónap pedig tett 12.500. Jó, ez egy akciós. És onnantól kezdve, ugye amíg nem lesz valamilyen szintű áremelés, addig ugye 12.500 a tandíj.
Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!